Már a játékfesztiválra készülnek a nyugdíjasok a Hetet Hét Játékmúzeumban. A kézműves foglalkozáson ezúttal gyermekpárnákat vartak a hölgyek, melyeket a rendezvényen felajánlott játékokra lehet cserélni. A négykezesked egyik rendszeres résztvevője azt mondja, nagy szeretettel készíti a gyerekeknek az alkotásokat. Ezek a játékok színes anyagokra, sémából rárajzoljuk, megvarjuk, és alvó szemet hímezünk rájuk, és összevarjuk és kitömjük, és akkor így nagyon egyszerű, kisgyerekeknek könnyen kezelhető játékokká válnak ezek a színes anyagok. A Hetet Hét Játékfesztivált idén május 25-én és 26-án rendezik meg Székesfehérváron. Az eseményen színes programok várják majd a gyerekeket és szüleiket. Lesz egyebek mellett hét próba és zenés, mesés, színpadi produkciókat is láthatnak az érdeklődők. Emellett lehetőség nyílik cserére is, a kicsik megunt játékaikat cserélhetik újabbakra. Ezen az alkalmon most ezek az idős hölgyek azért gyűltek össze, teljesen önkéntes módon, hogy a játékfesztivál hétból, ha játék Cserebere nevű programjához kapcsolódjanak. A játék Cserebere arról szól, hogy arra kérjük a gyerekeket, hogy hozzák el a régi megunt játékaikat, amelyekkel már nem szívesen játszanak, és ezeket cseréljék le. És az a kezdő készlet, ami ezt a Csereberét elindítja, az mind-mind kézműves technikával itt a játékvarró műhely keretében készülő játék. A muzeológus hozzátette, a megmaradt játékokat az Igaz Gyöngy Alapítványnak ajánlják majd fel.